az Európai Unióhoz csatlakozás alapvetően nem befolyásolta a magyarországi zsidó közösség mindennapjait. Természetesen csak olyan mértékben, mint a többségi társadalom hozzáállása. Tehát az Európai Unióhoz történő csatlakozással Magyarország egy fejlődő pályára állhatott, mint gazdasági, mint társadalmi értelemben. Tehát az Európai Unióhoz történő csatlakozás, mint ahogy a többségi társadalom vonatkozásában is, a zsidó közönség számára is gazdasági prosperitást, felemelkedést jelentett. Elsődleges felülete azt gondolom, hogy az antiszemitizmus elleni fellépésben érhető tetten annak a változásnak, ami jelentős volt az azt megelőző időszakhoz képest. Jelesül ez a közösségek védelmére vonatkozó Európai Uniós kerettörvényeknek a magyarországi jogrendbe történő adoptálása. Ez jelenti egyrészt a közösségek elleni uszítás kapcsán a jogi fellépés lehetőségeire és a rendvédelmi szervek ez ellen történő fellépésére, de vonatkozik ez általánosságba véve a közösség védelmére is. Az, hogy az Európai Unió egyfajta politikai, hogy is mondjam, stabilitást és standardeket is meghatározott önmaga számára, ezt Magyarország is magáévá tette. Így azt lehet mondani, hogy az elmúlt 15 évben, 14-15 évben a politikai antiszemitizmus az egyre erőteljesebb mértékben kezd kikopni a magyar társadalomból. Sajnos Magyarországon, a Jobbikban ennek még azért van hagyománya, de a politikai üzenetek szintjén ez eltűnt a magyar politikai életből. Tehát az, hogy az Európai Unióhoz csatlakozott Magyarország, ez nagy mértékben átalakította a politikai szereplőknek a zsidó közösséghez való viszonyát is. Okay.